Szinte vége láthatatlan sorban álltak a látványosan felöltöztetett sátrak szombaton Tiszadobon, az Andrássy kastély parkjában. Több tucat vadásztársaság látogatott el az országos vadásznapra, ahol senki nem maradhatott éhes, valamennyi helyen főtt vagy sült valamilyen vadhúsból készült étel. A Mátészakai Vadásztársaságnál igazi különlegességgel készültek, őszcsevappal kínálták a vendégeket. Nagyon sok mindenki más pörkölte és hasonló őz és egyéb vadból készült ételekkel készült, mi egy teljesen más típusú ételek készültünk. Nyilvánvalóan ebből adódóan mi egy őzes és egy apró vadas vadászterület vagyunk, de nekünk ez az erősségünk, és próbáltuk volna ezt kidomborítani, hogy egy ilyen vadászterületen, mint a Mátészakai Vadásztársaság, milyen vadak találhatóak, és ebből milyen jó ételeket lehet készíteni. Egyébként a vadásztársaságról annyit kell tudni, hogy 20 fő tagja van a vadásztársaságnak, 2700 hektáron gazdálkodunk, és egy nagyon jó hangulatú vadásztársaság, egy nagyon fiatalos, ugyanakkor benne van a tradíció és a hagyomány. A tiszateleki sátornál más illatok terjengtek a levegőben. Nem vadhúsok, hanem a folyóból fogott halak sültek már-már ipari mennyiségben. Vadakban is nagyon gazdagok vagyunk, nagyon sok társaság jár hozzánk vadászni, és nagyon bőve gazdálkodunk a fászánnal, nyúllal, őzzel, fászánkat nevelünk. Eszünkbe jutott az, hogy Tiszamentére jöttünk, hát akkor legyen egy különlegesség. Egy 24 kilós halcsát sütünk meg, és mellette tiszai keszeget. Nem véletlenül esett a választás az Andrássy kastélyra és annak környezetére. 2019-ben már rendezett itt vadászkutya bemutatót a Kamara megyei szervezete. Most az országos vadásznapon több száz helyett több ezer vendég számára kellett színvonalas programokat megszervezni. A gasztronómiai különlegességek mellett festménykiállítás is nyílt a kastélyban, a szabadban pedig az íjászatot gyakorolhatták a fiatalok. Kastélyparkban kutyamunkavizsga van, agárvizsga van, fajta bemutató van, gyerekjátékok vannak, elöltöltős lövészet, íjászat, solymászat. Mellettünk található egy francia park, amiben trófea bemutató van, több mint 150 darab gím, dám, őz, muflon és vaddisznó agyar is helyt kap, illetve ragadozó koponyák is, bár ezek bent a ingatlanon belül helyezkednek el. A kastélyon belül van lézeres lövészet, illetve a terület nagy részén főzőcsapatok foglalatoskodnak, több mint 40 főzőcsapat dolgozik, illetve már hivatalossá vált egy Guinness rekord, szarvas gulyást készítettek a segítőink egy 3000 adagost együttbe. A kastély labirintus parkja körül elhelyezett trófeák is jól jelzik, milyen gazdag vadállománnyal rendelkezik Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. Az Országos Magyar Vadászkamara elnöke szerint a jól sikerült rendezvény is bizonyítja, milyen színvonalon dolgozik a régió vadásztársadalma. Éppen beszélgettünk itt a kollégákkal, és mindenki dicséri a rendezvényt, és azt mondják, és ebbe tökéletesen igazat adok nekik, olyan megyében lehet ilyen színvonalú rendezvényt megtartani, ahol a vadgazdálkodás is azon a szinten van, mint amit itt most látunk. Barátok vannak, együtt dolgoznak, egymásért dolgoznak, és látszik a hangulaton mindenen, hogy ez nem egy ilyen kényszer valami, hanem tényleg egy önfelett kikapcsolódás, szórakozás, ami a munka közben néha köll is. A megye egyébként az egyik legaktívabb vadgazdálkodási szeglete az országnak, őz, dám és gímszarvas állományában is az első harmadban szerepel Szabolcs-Szatmár-Bereg.